Észak-Amerika legnagyobb testű szárazföldi emlőseit már régóta láthatja a közönség a Nyíregyházi Állatparkban, és most kifutójukban egy hónapon belül kétszer is kopogtatott a gólya, előbb egy kis üssző, majd egy bika született. Az ellés mindkét esetben problémamentesen zajlott, így nem volt szükség sem a gondozók, sem az állatorvos segítségére. Az amerikai bölényborjak idejük nagy részét pihenéssel töltik, ez főleg a fiatalabb egyedre jellemző, de reméljük, hogy hamarosan a közös játszadozást is meg tudják figyelni a látogatóink. Nem csak testméretben, de színezetben is különbözőek még a legifjabb csapattagok az amerikai bölény csordában, hiszen a fiatalok világos barna bundával rendelkeznek, míg az ivarérett állatok sötét barna színezetűek. Táplálkozásukra még az anyateja jellemző, de hamarosan a szálas takarmány fogyasztását is megkezdik majd. Az amerikai bölény társas állat egykor százezres csordákban vándorolt a prériken, állománya ekkor elérhette az 50 millió egyedet. Egyes észak-amerikai indián törzsek táplálkozásukban és ruházkodásukban gyakorlatilag teljes mértékben ettől az állattól függtek, számtalan módon hasznosították az amerikai bölényt. A faj az európaiak megjelenésével, a telepesek könyörtelen mészárlását követően a kihalás szélére sodródott a 19. században. 1905-ben azonban megalakult az Amerikai Bölényvédelmi Társaság, szerencsére néhány száz példány megmenekült, ami elegendő volt a faj túléléséhez. Ma állományuk 50 ezer állatra tehető, s ezzel úgy tűnik biztosítva van a faj fennmaradása. Manapság az amerikai bölény főként a nemzeti parkokban sokkal kisebb csapatban él. A Nyíregyházi Állatparkban ez idáig egy ivarérett hím és két nőstény élt együtt, s most a két fiatal borjúval együtt az amerikai bölénycsapat öt tagot számlál.